Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban 5 furcsa, különös családot fogok bemutatni nektek, melyek valamelyest különböznek egy megszokott, normális családtól. Persze minden család maga döntse el, hogy milyen életet is szeretne élni, hiszen mindenki élete a sajátja, mármint amennyire ez lehetséges, de azért előfordulnak dolgok, melyek mondhatni kívülesnek az emberek által megszokottakon. Az ötletet egyébként Pap Noémi adta, innen is nagyon szépen köszönöm neki. Na de akkor ne is húzzuk azt a drága időt, inkább nézzük azokat a nem mindennapi életet élő, különös családokat. 5. Legnagyobb. Vajon mekkora lehet a világ legnagyobb családja? 10 gyerekes család? Vagy akár 19 gyerekes család? Dehogy is! 39 feleséges család. Egy indiai férfi, Zayona Chana nem aprózta el a családalapítást, és nem érte be egy feleséggel, de még kettővel sem. Összesen 39 feleséget szedett össze magának, akiktől nem kevesebb, mint 94 gyereke született. Zayonának emellett van még 14 mostohalánya és 33 unokája, ami nem kevesebb, mint 180 főre emeli a család teljes létszámát. Ezzel be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ legnagyobb családja. Zayona eddigi teljesítményét tekintve egyébként ez a létszám a jövőben még biztosan emelkedni fog. 4. Önkéntes rabság. Egy texasi férfi önkéntes elzárásban részesítette magát és a családját, miután egy közúti igazoltatásnál megharapott egy rendőrt. Mivel a férfi nem akart börtönbe kerülni, ezért jobbnak látta bezárni magát a farmjára és felfegyverkezni. Ez mondhatni be is jött neki, sőt a családja még támogatta is őt ebben a döntésében. Mondhatni a Gray család háborúban állt a településükön tevékenykedő rendfenntartó szervekkel. A család magának termelte meg az élelmét és magának csinált mindent, ám a farmjukra soha egy rendőr sem tehette be a lábát. Ez 15 éven keresztül ment így, miután a bíróság belefáradt a férfi elleni harcba, és ejtették ellene a vádakat. 3. Sziámi ikrek. A sziámi ikrek élete már önmagában sem lehet valami egyszerű, de mi történik akkor, ha az összenőtt testvérek családalapításra szánják el magukat? Nos, ebbe még belegondolni is szörnyű, ugyanis bárhogy is legyen, az biztos, hogy egyiküknek sem lesz nyugodt élete. Ez a tájföldi bunker nevet viselő sziámi ikerpárral sem volt másképp, akik miután befejezték cirkuszi pályafutásukat, azonnal családalapításra adták a fejüket. Ezzel a feleségeiknek nem is lett volna gondja, ha a férjeik nem lettek volna összenőve. Ez ugyanis mind az együttalmást, mind a családi programokat, mind pedig a házas életet megnehezítette. 2. Mészárosok. Az amerikai polgárháború után volt egy család Amerikában, akik annyira összetartóak voltak, hogy simán képesek voltak eltenni láb alól a fogadójukba betévett embereket. A tiszteletszéknek elnevezett csapóajtó székre ültetett vendégeket szépen megkínálták egy kis étellel és kedvességgel, mondjuk sokszor a kedvesség egy hatalmas balta kíséretében érkezett, majd kényelmesen lefektették azokat a ház alá, és betakarták őket jó meleg földdel, hogy meg ne fázzanak. Mire az emberek rájöttek, hogy a fogadót működtető család milyen nagy odafigyelést fordít a vendégeire, azok szépen fogták magukat és eltűntek, mint a vendégek a tisztelet széknek elnevezett csapóajtó szék alatt. 1. Családban marad. Milyen szép is egy igazán nagy, összetartó család, akik mindenben, mindenkor számíthatnak egymásra. Nos, az ausztráliai Colt család pontosan egy ilyen család volt. Egy elzárkózott, majdnem 40 fős család, akik mondhatni egymásért éltek. De akkor mi is lehet olyan furcsa bennük? Mitől is lett ilyen különleges ez a család, amiért azt mondhatjuk rájuk, hogy nem mindennapiak? Nos, elég, ha annyit mondok, hogy a család 4 generáción keresztül nem ment a szomszédba azért, hogy gyerekeik szülessenek. Vagy mondjuk azt is mondhatnám, hogy a családtagok minden külső segítség nélkül mentek ki a tökföldre, hogy megmutassák, hova ejtse a gólya a gyerekeiket. Sajnos ez az egész azt eredményezte, hogy az egész család beteges és elfajzott lett.
Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!